Itt vagyunk még mindig a Glamour Woman of the Year diátadon, és itt áll mellettem az egyik ex-jelölt, Vastag Csaba. Csaba, hát igaz, hogy évnője, de te mint sármos férfi, és nem mint évnője voltál kategóriában. Azért furcsa egy ilyen jelölés, nem? Mármint egy ilyen díj. Akkor felhívnak, hogy jelöltünk az évnője kategóriában. Nem az évnője kategóriában. Mármint, hogy egy évnője diátadon. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog egyébként, tényleg. Ez egy tök jó játék, úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttem el én is. Igyekeztünk jól bulizni, nagyon kedvesek az emberek, úgyhogy tényleg mindenkinek csak jó szórakozást tudok kívánni a későbbiekre is. Egyébként ezt lehet tudni előre? Tehát úgy jössz el, hogy te tudod, hogy te fogsz kapni, vagy nem te fogsz kapni? Nem lehet tudni, de nem is az a lényeg szerintem. Ez egy sokkal jobb ilyen baráti jellegű buli annál, mint hogy azt számítson, hogy ki mit fog kapni. Aki kap, az egy csomaggal többen megy haza, aki meg nem kap, az meg igazából az élménnyel és egyéb más olyan dolgokkal, amiket még egyébként ezen felül lehet itt beszerezni és kapni. Például ez a fagyi, ez zseniális volt, illetve tök jó, hogy megismertük ezt is. És hát a társaság, ami még hihetetlen, tehát tök jókat lehet beszélgetni olyan barátokkal, akikkel nagyon régen találkoztunk már. Volt itt olyan divattervező nő, aki megsértődve elrohant, amikor nem az ő nevét mondták ki. Hát nálatok azért gondolom nincs harag Fehér Balázssal. Nagyon jó vagyok, tök jó haverok, tényleg így nincs ebből gáz. Sőt, ismétlem még egyszer, nem is erről szól, tehát így ezek ilyen nevek, címek, meg ilyen szobrok, ami persze nagyon nagy dolog, és a Balázsnak nagyon gratulálok ahhoz, hogy ezt a neves elismerést megkaptad, egy tök jó dolog, de ezen felül akár attól ez mégiscsak egy játék. És végezetül, hogyha már divatmárka, te mennyire részesíted előnybe a magyar divattervezők által tervezett ruhákat? Tulajdonképpen én divattervezőktől nem nagyon szoktam ruhákat vásárolni, mármint külön divattervezőktől személyesen. Ettől függetlenül nagyon-nagyon drukkolok a magyar divattervezőknek, mert hihetetlen jó munkáik vannak, és divat bemutatókra néha szoktam járni. Attól, hogy valami magyar, attól még ugyanolyan világhírű és világszínvonalú tud lenni szerintem. Nagyon drukkolok a divattervezőinek, és látom azt, hogy tényleg hihetetlen minőségben és színvonalon dolgoznak. Csaba, köszönjük szépen, és szombat estére lázasodj! Sziasztok! Remélem, hogy jó lesz, sziasztok!